Sziasztok! Az előző részben bemutattam nektek pár olyan tárgyat, amelyet az elmúlt 150 évben fedeztek fel, és amelyek olyan technológiáról árulkodnak, amely hivatalosan nem létezett abban a korban, amelyből származnak. Nos, a most következő részben további, a múltba szintén nem illő tárgyakat és leleteket láthattok. A Kimbaya leletek. Ha már az előző rész végén említést tettem róluk, következzenek azok az aranyból készült miniatűr repülőgép modellek, amelyek a régészek szerint az 500 és 800 közötti időszakból származnak. E leletek talán még híresebbek, vagy legalábbis ismertebbek a szakkarai madárnál. Ezeket az 5-7,5 cm hosszú aranyból készült szobrocskákat 1890-ben fedezték fel a kolumbiai Quindío-ban egy 433 darabból álló gyűjtemény részeként. Bár ezeket az apró repülőgép modelleket hivatalosan figura zoomorfikának, azaz állat alakú tárgyaknak nevezték el, ez 1969-ben megdőlni látszott, amikor Ivan Sanderson ókor történészhez kerültek az eredeti figurákról készített öntvény minták, amelyek tulajdonképpen egyfajta pontos másolatok voltak. Miután Sanderson kikérte néhány repülési szakértő véleményét, észbontó következtetésre jutott. Szerinte az aranytárgyak több mint 1000 éves lökhajtásos repülőgépek modelljei, és meggyőződése volt, hogy az ókori emberek műszakilag sokkal fejlettebbek voltak annál, mint ahogy ma az iskolákban azt tanítják. Mind ő, mind dr. Arthur Poisley, a New York-i Repüléstan Intézet tagja arra a következtetésre jutottak, hogy a tárgy nem ábrázol semmilyen szárnyas állatot, se madarat, se denevért, se rovart, se repülőhalat, mert minden jellegzetes vonásuk inkább gép, mint állat jellegűek. 1994-ben három amatőr német kutató, Eigund Imbum, Peter Belting és Konrad Lübbers létrehozta a tárgy méretarányos nagyobb mását, hogy teszteljék a repülési képességeit. A modell 90 cm hosszú, szárnyfesztávolsága körülbelül 1 méter, tömege 750 g volt. A modellt egy propellerrel látták el, amelyet egy villanymotor hajtott. A reptetés sikeresnek bizonyult, a modell repülő a motor kikapcsolása után is elegáns siklórepüléssel landolt, és lágyan ereszkedett le a leszálló pályára. Bár az igaz, hogy a propeller miatt nem pontosan ugyanaz volt a modell, mint az apró dísztárgyak, alapvetően sikerült bebizonyítaniuk, hogy a modellek eredetiei annó igenis tudtak repülni, amennyiben valóban modellekről van szó. A bagdadi akkumulátor. Talán ez az az ókori tárgy, amelyet még azoknak sem kell nagyon bemutatni, akik kevésbé járatosak a témában. Felfedezése 1936-ban történt a mai Kujut Rabu-ban, Irakban, Tesifon Metropolis közelében, amely a Pártus és a Sassanida birodalom fővárosa volt, így a lelet korát is e korszakra, az időszámításunk előtti 150 és 650 közötti időszakra teszik. A bagdadi elem egy közel 14 cm magas agyagedényből áll, amelynek belsejében egy részhenger volt, amelyet aszfalt tartott a helyén. Wilhelm König, aki az Iraki Nemzeti Múzeum asszisztense volt, munkája során megfigyelt néhány nagyon finom ezüsttárgyat az ókori Irakból, amelyeket nagyon vékony aranyréteggel vontak be, és azt feltételezte, hogy galvanizálták őket. 1938-ban aztán írt egy tanulmányt, amelyben felvetette, hogy ezek a tárgyak korai galván elemek lehetnek, amelyeket talán arany galvanizálására használhattak. Bár az ötlettől a mainstream régészek a hajukat tépték, senki sem tudta bebizonyítani, hogy tévedne, különösen azért nem, mert a lelet valóban képes volt aféle akkumulátorként működni. A II. Világháború után Willard Gray mérnök a bagdadi akkumulátor másolatát megtöltötte szőlőlével, és 1,5-2 voltos áramot tudott előállítani. Ez meglehetősen csekély mennyiség, de mindenképpen töltés.
későbbi kísérletek is megerősítették, hogy a berendezés képes áramot termelni, ha megtöltjük valamilyen savas anyaggal, mint a szőlőlé vagy citromlé. A régészek természetesen elutasítják a gondolatot, hogy az ókoriak elemként használták volna a leletet, mert szerintük még ha képes is volt áramot termelni, az akkor is olyan csekély, hogy galvanizálásra semmiképpen nem használható. Nos, talán egyetlen elem nem is, ám ha többet is használtak egyszerre, az már annyival több energiát állíthatott elő, amit sokkal hatékonyabban tudtak hasznosítani, így komolyan felvetődik a kérdés. Vajon az ókoriak már ismerhették az elektromosságot? A Klerksdorp gömbök. Ezeket a fél centiméterestől a 10 centiméteresig terjedő fémgolyócskákat egy dél-afrikai bányában találták, Ottosdal településhez közel, ám hogy mikor, arról nincsenek információk. Ám a legkorábbi cikk, amely foglalkozik velük, a National Enquirer 1979. október 2. számában jelent meg, tehát felfedezésük valószínűleg ez időtájra tehető. Michael Cremo, az őskori kultúrák szakértője 1994-ben felvette a kapcsolatot Rolf Marx-szal, a dél-afrikai Klerksdorpi Múzeum kurátorával, ahol néhányat ezen gömbök közül tartottak. Marx azt mondta, hogy bár semmiféle tudományos publikáció nincsen a gömbökről, pár tény azonban ismert. A gömböket pirofillit bányászás közben találták. A pirofillit 1 a MOSS skála szerint 3-as keménységű ásvány, amely üledékképződés következtében jött létre, mintegy 2,8 milliárd évvel ezelőtt, így a gömbök is feltehetően ebből az időszakból származnak. Cremo többek között ezen megállapításait a Tiltott régészet az emberi faj rejtélyes eredete című könyvében foglalta össze. Paul Henrik geológus szerint a gömbök formái széles skálán mozognak, a tökéletes gömböktől kezdve a lapított, vagy majdnem tökéletes gömbökig és a korongokig sokféle formájuk létezik. Külső héjuk hematitból, azaz vörös vasércből vagy wollastonitból állnak, amely nagyon kemény külső burkot képez. Belül puhábbak és rostos szerkezetűek, míg más gömbök belseje a faszénhez hasonló. Bár a tudósok szerint a gömbök természetes geológiai folyamatok eredményeként alakultak ki, sokak szerint túl tökéletesek ahhoz, hogy mindez csak a természet furcsa alkotása lenne. A barázdák, a vonalak, amelyek a golyócskák egyenlítői mentén futnak körbe, egyszerűen túl szabályosak és pontosak. 2002-ben John Hunt a Klerksdorp Múzeumból elvitte a golyókat a Kaliforniai Egyetem űrkutatási intézetébe, ahol egy sor tesztnek vetették alá őket. Kiderült, hogy a gömbök egyensúlya annyira tökéletes, hogy az meghaladta a mérési technológiájuk határértékét. Mindent egybevéve a vizsgált gömbök 1000 hüvelyken belül voltak az abszolút tökéletességtől. Cremo és sokan mások szerint a golyóbisok egy fejlett, történelem előtti civilizáció bizonyítékai, és szerintük az átlagos tudósoknak több merészségre van szükségük ahhoz, hogy hajlandóak legyenek elismerni azokat a tényeket, amelyek ellent mondanak az uralkodó tudományos nézeteknek. Azt hiszem, ezzel nem lehet vitatkozni. Azonnal folytatom, előtte azonban megkérnélek rá, hogy ha tetszik neked az, amit látsz, támogasd a munkámat egy feliratkozással. Köszönöm! Az oklahomai csésze. Erről az 1912-ben egy széndarabban talált kupáról azt állítják, hogy legalább 300 millió éves. Eredetére vonatkozóan egy levélben írt beszámoló is fennmaradt, melyet Frank Kennard írt, az a férfi, aki rábukkant a rejtélyes eszközre. E levél másolatának egyik példányát és magát a kupát is ennek a videónak az első részében is említett Teremtés bizonyítékai múzeumban őrzik. Íme a levél. Sulphur Springs, Arkansas. 1948. november 27-e. Miközben 1912-ben a Thomasban, Oklahomában lévő városi elektromos műveknél dolgoztam, rábukkantam egy tömör széndarabra, amely túl nagy volt ahhoz, hogy felhasználjam.
egy kalapáccsal törtem szét. Ez a vasedény a közepéből esett ki, és a szén egyik darabkájában otthagyta az edény lenyomatát vagy formáját. Jim Stull, a vállalat egyik alkalmazottja, szintén szemtanúja volt az egésznek. Kinyomoztam a szén forrását, és kiderült, hogy az oklahomai Wilburton bányákból származik. Aláírás Frank G. Kennard. Ennyi a levél, amelyet akár önmagában is elhihetünk, hiszen Kennard soha nem nyert semmit az állításával, a tárgyat nem értékesítette, nem lett volna érdekében hazudni. Hogy a lelet anyagát tekintve történt-e bármiféle vizsgálat, kormeghatározás vagy ilyesmi, nem találtam információt. Azonban a szakértők szerint a tárgynak legalább 300 millió évesnek kell lennie, mivel a Wilburton bányákból származó szén is nagyjából ebből az időszakból származik. A Volda csillagok. 2007. november 30-án a norvégiai Voldában, miközben a munkások egy hegyen, egy park bővítésén dolgoztak, egy szokatlan alakú lyukat fedeztek fel az egyik sziklában. A lyuk különös volt, úgy nézett ki, mint egy hétágú csillag, és a hegy belsejébe hatolt. Átmérője körülbelül 6,5-7 cm volt, és egy hegy lejtőjével párhuzamosan haladt 23-30 fokos szögben lefelé addig, amíg a sziklából a földbe hatolva haladt tovább. A lyuk megmunkálása mindenütt nagyon sima volt, dudorok és éles sarkok nélküli. A szakemberek megállapították, hogy üvegesedés, amely a lyuk hőkezelésére utalt volna, nem volt, illetve radioaktivitás nyomaira sem bukkantak. A lyuk belsejében pedig homok nyomait találták. Geológusok, tudósok és fúrómérnökök próbáltak rájönni a lyuk keletkezésének módjára, ám minden kétséget kizáróan eddig senki sem tudott választ adni arra, hogyan keletkezett. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a lyukak mesterséges eredetűek, és nem megint az a fránya természet próbál megtréfálni minket. Aztán 2008-ban, egy évvel a lyuk felfedezése után a rejtély megoldódni látszott. Több helyi kovács is azt állította, hogy ezek a lyukak a régi időkben gyakoriak voltak, és a 30-as évekből származnak, amikor még a munkások 7-oldalú vagy 6-oldalú fúrófejet használtak. Nos, a magfúrás ekkoriban már valóban létező eljárás volt, ám akárhogy próbáltam utána járni, hogy léteztek-e ekkoriban, vagy manapság 6 vagy 7 oldalú magfúró fejek, semmiféle eredményre nem jutottam. A neten semmiféle ilyen információ nincs, így a beszámolókon kívül semmi nem támasztja alá a helyi kovácsok állításait. Azt viszont könnyen beláthatjuk, hogy az ilyen alakzat nem is lenne túl ideális forma a magfúráshoz. Nos, személy szerint pár nappal ezelőttig én nem is tudtam a lyukak létezéséről, teljesen új információ volt nekem annak ellenére, hogy eléggé járatos vagyok az ilyen témákban. Az előző videóm után azonban egy nézőm, akinek most csak keresztnevét mondanám, Lajos, egyik szakmáját tekintve erdész, írt nekem Facebookon, hogy van egy furcsa kő az ő tulajdonában, amelyben található egy csillag alakú furat. Videóval és képekkel is alátámasztotta állítását. Ezeken egyértelműen látszik a hasonlóság a Norvégiában talált furattal. Lajos később leírta, hogy a Pilisben találta egy tudomása szerint évszázadok óta lakatlan, erdős területen. Miután a követ hazavitte és letette a több mint egy hektár területű udvarán, a macskájuk azonnal rá is telepedett a kőre, később pedig nagy meglepetésére egy róka sajátította ki magának, aki a kő mögé ült és onnan figyelt. Nos tehát úgy tűnik, hogy ezek a csillag alakú furatok nem csak Norvégia sajátjai, de hazánkban is találhatunk valószínűleg többet is, illetve kutatásaim során gyorsan kiderült, hogy a világ számos más táján is feltűnnek hasonló furatok, mint például a Krím-félszigeten, Mexikóban, az USA-ban, Arizonában, Massachusettsben, Oregonban, Utahban, Kelet-Washingtonban, a brit szigeteken, vagy akár a Bahamákon, a Bimini szigeteken.
A kérdés viszont még mindig adott, hogyha nem természetes eredetűek a csillagjukak, akkor hogyan hozhatták létre őket? Honnan származnak, melyik korszakból? Netán egy újabb bizonyítékot láthatunk arra, hogy őseink birtokában olyan fejlett technológia volt, amely mára már elveszett, és csak a nyomai árulkodnak róla. Ha így volt, hogyan jutottak-e technológia birtokába? Kik adták át nekik tudásukat? Most pedig engedelmetekkel csak pár mondatban a videó hossza miatt következzenek még olyan tárgyak, amelyek feltehető kora szintén zavarba ejti mind a kutatókat, mind a teoretikusokat. A Delhi vasoszlop. Ez a 7 méter magas és 6 tonnát nyomó, közel 1500 éves vasoszlop Indiában, Delhiben található. Különlegessége, hogy olyan 95%-os tisztaságú kovácsolt vasból készítették, amely teljesen ellenáll a korróziónak, tehát nem rozsdásodik. A kutatók szerint ezt magas foszfor tartalmának köszönheti, amely a helyi kedvező időjárással együtt egyfajta szilárd védőréteggel vonta be az oszlopot. Az is bizonyítást nyert, hogy egy ilyen oszlop elkészítéséhez szükséges hőmérsékletet nem lehet szénégetéssel elérni, így tehát a kérdés még mindig nyitott, 1500 évvel ezelőtt hogyan voltak képesek elkészíteni, megmunkálni ezt a kohászati csodát. Az ősi csavar. 1998 nyarán Oroszország Kaluga régiójában találta egy orosz kutatócsapat ezt a zavarba ejtő leletet, miközben egy meteorit maradványait vizsgálta. Elsőre csupán azt gondolták, hogy egy modern gép darabja, ám amikor kor meghatározást végeztek rajta, kiderült, hogy a tárgy 300 millió éves. Sokak szerint persze szó sincs csavarról, ők azt mondják, hogy egy ősi tengeri lény a klinoid megkövült maradványáról van szó csupán. Azonban ezt az elméletet állítólag később elvetették. Az ősi fogasléc. Az Oroszország hangja című rádiócsatorna számolt be erről a meglehetősen szokatlan tárgyról, amelyet egy vlagyivosztoki lakos talált egy széndarabban, amely a Csernogorszkij bányákból származott. Mivel az ottani szénlelőhelyek korát 300 millió évre becsülik, az orosz szakértők arra következtettek, hogy a fémdarabkának is ebből a korból kell származnia, másképp nem kerülhetett bele a szénbe. Az alig 1 cm hosszú fém egyébként úgy néz ki, mint egyfajta fogas léc, amely egykoron egy mechanikus szerkezet része lehetett. A lécet Valéry Brière és csapata elemezte, akik megállapították, hogy a fogas léc finomított alumíniumból készült, amelynek 2-4%-a magnézium. A kutató hozzátette, hogy ez a fajta fémötvözet nem túl gyakran fordul elő a modern kohászatban. Természetesen ezek és az első részben bemutatott leletek nem az összes olyan tárgy volt, amely zavarba ejt bennünket, és nyilván lesznek olyanok megint, akik szerint ez mind csupán hamisítvány és átverés, ám ha közülük csupán egyetlen tárgy is valóban több millió évvel ezelőttről származik, az már is történelmünk újra gondolására késztet. Ne feledd visszanézni korábbi videóimat, ezt lájkolni, ha tetszett, illetve feliratkozni a csatornámra, ha ezt még nem tetted volna meg. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!